Az energiaválság után ezúttal a megélhetési válsággal kell megküzdeni Európának. A jelenség rendkívül összetett, azonban a legnagyobb figyelem az élelmiszerárak alakulására irányul, mely minden háztartásra hatással van. Habár februárban rekord alacsonyan volt a gázára, az élelmiszerek mégis folyamatosan drágultak. Amikor az energia és élelmiszer árakról beszélünk, figyelembe kell vennünk egy késleltető hatást. A most tapasztalható alacsonyabb energiaáraknak bele kell épülni a termelési költségekbe. Az árak, amelyeket ma a boltban látunk, a 6 hónappal korábbi energiaárakat mutatják, mert akkor állították elő a termékeket. Ezért az élelmiszer árak csökkenése körülbelül 6 hónap múlvára várható, amennyiben stabil marad az energiaára, mondta a szakértő. Januárban 18,4%-os volt az átlagos élelmiszerinfláció az Európai Unióban. A legmagasabb 48,2%-os infláció Magyarországon, míg a legalacsonyabb 10,3%-os cikluson volt. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói bizalom nőni fog az év végéig. A megélhetési válság leküzdése azonban hosszabb időt vesz majd igénybe, mondta De Oliveira. A Világgazdasági Fórum 2023-as elemzése szerint a globális társadalomra a legnagyobb veszélyt jelenleg a megélhetési válság jelenti.